Egy héttel ezelőtt önök is láthatták itt az ATV-n délután a MOMA, hát most mit mondjak, kampányítóját? Mondhatom azt, hogy kampányítóját, de hát a MOMA nem kampányol, vagy ha kampányol, akkor maga mellett, mert hogy nem indulnak a választásokon. Az összefogásért kampányol, mert hát az összefogásnak kívülről lesznek, vagy már vannak támogatói, nem tudom, de majd Bokros Lajos most mindent elmond. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Kampányítót láttunk kampány nélkül? Politikai rendezvényt tetszettek látni, ahol elmondtuk, hogy milyen föltételek mellett hajlandó a modern Magyarország mozgalom támogatni a baloldali összefogást. Most a legjobb úton vagyunk afelé, hogy aláírjunk egy úgynevezett alkotmányos megállapodást, amiben 4 pont fog szerepelni. Az első az, hogy a baloldali összefogás pártjai vállalják azt, hogy helyreállítják az alkotmányos jogállamot. Második pont, ezen belül visszaáll egy olyan új választási rendszer, amely lehetővé teszi a kétfordulós arányos választást annak érdekében, hogy végre valaha, majd egyszer a jövőben a kisméretű pártok is a saját programjuk és értékrendjük alapján megmérethessenek. És ne csak kényszerkoalíció. Pontosan. A harmadiknak nagyon fontos az is, hogy a jelenlegi ámokfutás helyett stabil, kiszámítható, észszerű, szakszerű és becsületes gazdaságpolitikát szeretnénk látni, amely visszaszerzi a vállalkozók és a befektetők bizalmát. És a negyedik pont is nagyon fontos, sőt mondhatnám egyre aktuálisabb. Kérlelhetetlen és könyörtelen harcot kell vívni a korrupció ellen, mert az nem csak a lelket eszi meg, hanem az egész Magyarország jövőjét. Ezek a pontok, most gyorsan írtam is így a címszavakat, hát úgy nincs bennük semmi újdonság, hogy amikor a mostani összefogás pártjai, de egész pontosan mondjuk az Együtt és az MSZP, aztán volt ennek több szereplős fordulója is, szóval amikor a program alapon kezdték az együttműködést, az együttműködés, a tárgyalást, az gyakorlatilag ezek voltak az alapok már akkor is. Tehát mindenki erről beszélt, hogy ezekben az alapelvekben meg kell egyezni, és ezt nagyon hamar le is zavarták. Tehát azt gondolom, hogy ez a 4 pont a MOMA csatlakozásának nem lehet akadálya, hiszen eddig összefogottak, ezt a 4 pontot szerintem teljes mértékben magukénak vallják, nem? Igen, de a csatlakozási tárgyalásokra bennünket nem hívtak meg, mert akkor nem a programról és az értékrendről volt szó, hanem a pozíciók elosztásáról. Sokan gyanakodtak és nem hitték el, hogy a modern Magyarország mozgalom tényleg nem akar pozíciókat. Most ez a harc véget ért, és most végre a figyelem tényleg az értékrend és a programok felé fordul. És mi kaptuk azt a felkérést, hogy írjunk egy ilyen tervezetet, amit az előbb elmondtam 4 pontban, és ezt a tervezetet, legalábbis jelenleg azt az üzenetet kaptuk, hogy a baloldali összefogás 3 legfontosabb vezető pártja változtatás nélkül szó szerint elfogadta. Tehát most arra várunk, hogy kijelöljenek egy időpontot, és akkor ezt az alkotmányos megállapodást ünnepélyes keretek között alá is lehet írni, ami azért lényeges, mert innentől kezdve legalább van egy erkölcsi kényszer, egyfajta kötelezettség, hogyha nyilvánosan vállalják egy konzervatív jobbközép tömörülés hívására, hogy ezekben a pontokban egyetértünk, és ezekért mindent meg fognak tenni kormányra kerülésük esetén, akkor ezzel meg lehet nyerni azokat a szavazókat, akik egyébként nem szeretnének a baloldalra szavazni, de most kényszerűségből mégis megteszik, mert ezzel csillan föl az esélye annak, hogy valaha majd mégis legyen lehetőség egy jobb középkonzervatív pártra szavazni. Az elmúlt egy héten miért nem történt meg ez az aláírás? Hát egyrészt azért, mert a Mesterházy Attila vezette szocialista párti delegáció az Egyesült Államokban tárgyalt. Másrészt bizonyára más elfoglaltságuk is volt a vezetőknek, tehát most úgy tudjuk, hogy... Simon Gáborral beszélgettek. Igen, most úgy tudjuk, hogy a következő lehetséges időpont az 1 hét múlva lesz pénteken. Hogyha ez az aláírás megtörténik, akkor van egy alkotmányos kényszer a két fél, vagy hát a több szereplős felek között. De mit hozhat ennek az összefogásnak a kampányban a MOMA? A gyakorlati részben, tehát azt elmondta, hogy a jobb-közép szavazók megszólítása, akik mondjuk nem akarnak baloldalra szavazni, majd most fognak. De ehhez kell akkor futtatni önt, önöket, hogy itt vannak nem az összefogásban. Nem kell futtatni, mert el tudom mondani, hogy a
alulról jövő kezdeményezések sokasága már most is elburítja a modern Magyarország mozgalmat. Tehát rengeteg olyan rendezvényen voltunk már eddig is a MOMA vezetőségi tagjai és támogatói, ahol a hallgatóság zöme baloldaliakból állt. Tehát már meghívnak bennünket most is, mert éppen, hogy ez a fajta megállapodás egy alulról való kényszer eredményeképpen valósul meg. A vezetők végre belátták, hogy a társadalom józanul gondolkodó tagjai között igenis óriási igény van arra, hogy ne csak kizárólag baloldali összefogás legyen, hanem ezt éppen a siker reményében és érdekében tágítsuk ki olyan mértékben, hogy ezek az úgynevezett konzervatív, jobbközép, magukat egyébként piacpártinak, kapitalizmust igenlőnek és európai ihletésű szavazóknak gonduló választók is meg tudjanak jelenni, és jó szívvel tudjanak szavazni erre az összefogásra. Ez hát a feladat. Nem először mondom ezt önnek, de most sem tudom kihagyni. Egész egyszerűen, hogyha Bokros Lajost meglátják rendezvényen, óriás plakáton, bárhol, akkor azt gondolom, hogy a szavazók többségének nem az fog eszébe jutni, hogy a jobb-közép konzervatív értékeket képviselő komoly gazdasági szakember, hanem azt fogják mondani, hogy komoly gazdasági szakember, a szoci kormánynak volt a pénzügyminisztere. Tehát önt szerintem balra sorolják. Nem vagyok benne biztos, hogy érdemes ezt állandóan hangoztatni, mert mondom még egyszer, ez a fajta gyanakvás miért pont velem kapcsolatban merül föl akkor, amikor én egy olyan... Nem gyanakvás, ez tényekre. Ez nem tény, mert hogyha a tény az, hogy annak a szocialista, szabaddemokrata kormánynak a keretében valamiféle kemény, ám de eredményes, jobb-közép ihletésű konzervatív gazdaságpolitikát és piacpárti gazdaságpolitikát, netán pénzügyi stabilizációt sikerült megvalósítani. Miért nem merül föl az, hogy az ellentmondás az a Fidesznél van, amely most egy baloldali populista gazdaságpolitikát valósít meg, államosít, kiűzi a befektetőket az országból, nem csak a külföldi, hanem a belföldi befektetőknek is kárt okoz, bankellenes hadjáratot folytat, túladóztatja a gazdaságot, monopóliumokat épít, a föld, a trafik és minden más tekintetben a versenynek a torzítása és rombolása. Ez kérem szépen egy baloldali gazdaságpolitikai populista program, ami leginkább egyébként az 50-es évek voluntarista magyarországi gazdaságpolitikájára jellemző. Ez kifejezetten baloldali. Na most az nem ellentmondás, hogy egy ilyen párt nevezi magát jobboldalinak, dehogy nem ellentmondás, csak Nyugat-Európából nézve. Mi fogjai vagyunk annak a torz politikai gondolkodásnak, ami Magyarországot eluralta, hogy a jobboldaliság az piacellenességet és kapitalizmus ellenességet jelent, valamiféle hagymázas harmadik utasságot. De Nyugat-Európában ezen nevetnek, mert Nyugat-Európában mindenki tudja, hogy piac nélkül, kapitalizmus nélkül nincs demokrácia, nincs szabadság, és végsősoron nincs kenyér sem. Most nekem nem a kenyér jutott eszembe, hanem az energia ellátás, vagy a villamos áram energia ellátása. Hát a kenyeret képletesen mondtam, világos, de energia se lesz. Világos, mert tudom, hogy képletesen mondtam, mert nem csak a pékségekről van. Úgy van. Szó. De én már egy gondolattal tovább léptem, amikor felsorolta, hogy mi nélkül mi nincsen, hogy a mostani, ezen a héten született parlamenti döntés a Paksi 2-es atomerőmű bővítéséről, ez is egy olyan, nem tudom hova rakni, hogy jobboldali, baloldali, konzervatív, milyen gazdaságpolitikának az eredménye, mert hogy nem tudok róla semmit. Nem tudom, hogy aki az atomerőművet így ilyen formál, egy másik ország, igen, és egy másik országtól felvett hitel fejében, nem tudom a részleteket. Pillanatnyilag azt tudom, hogy velem együtt 10 millió magyar állampolgár, mínusz azok, akik mondjuk kormányon vannak, azokból is egy szűk kör, a képviselő, tehát ők tudják, mi meg nem. Mit, miért, hogyan. De én meggyőzhető vagyok. Tehát én lehet, hogy azt mondom, ez tényleg az évszázad üzlete, csak miért nincs közöm ahhoz, hogy a részleteket megismerjem? Válasszuk szét a szigorúan szakmai részleteket, amiről önnek teljesen igaza van, nem tudunk semmit, és a politikai felhangokat. A szakmai elemek azok önmagukban nem sorolhatók be sem baloldaliság, sem jobboldaliság ketrecébe. Mondok egy példát. Németországban a kereszténydemokrata unió által vezetett kormány élesen atomenergia ellenes, ez egy jobb-közép kormány. Franciaországban ennek a pártnak a megfelelője
egy jobbközép, nem kereszténydemokrata, de jobbközép ihletésű kormány imádja az atomenergiát, és ha úgy tetszik, még a baloldallal is szövetkezve folyamatosan szereti Franciaországot világatom nagyhatalomnak nevezni. Tehát nekünk semmi köze ehhez. A szakmai kérdésekről nem tudunk semmit, és ez azért van, mert a Fidesz kifejezetten úgy tárgyal, hogy a nyilvánosságot kizárja. Sem a magyar parlament, pláne nem a magyar társadalom szerinte nem érett arra, hogy ezeket a szakkérdéseket politikai alapon ugyan, de megvizsgálja. Tehát az igazi probléma megint a demokrácia deficit, az, hogy a jelenlegi kormány a maga mérhetetlen bölcsességében és arroganciájában úgy gondolja, hogy az ország feje felett lehet kötni egy olyan megállapodást, aminek a következményeit aztán 50 évre, ha éppen nem 100 évre az egész magyar társadalom viseli. Tehát ez egy tévút, hogy mi éretlenek vagyunk, meg nem vagyunk szakemberek, mint hogy a hvg.hu látható egy remek videó, amikor is fideszes képviselők nyilatkoznak az újságíróknak, hogy ki miért szavazta meg, és az atomerőmű bővítését, hogy mit tud róla. Szóval nem vagyunk éretlenek. Az legyen a szakmájé, hogy igen, most akkor magfúzió, maghasadás, mi történik, hogyan, igen, biztonság, földrengés, 10 000 évenként, hogyan biztosított, ez valóban a szakért, erős tájékoztassanak, de ez legyen a szakemberek vitája. Azt viszont meg tudjuk elmérteni, nem vagyunk annyira ostobák, hogy mit jelent az, hogy 12 forint kilowatt óra, mit jelent az, hogy 33, igen, mit jelent az, hogy akkor nekem mennyit kell majd a költségvetésbe visszafizetnem valamilyen más címszó alatt. Tehát, hogy ezek könnyen érthető dolgok, ha valaki elmondja. Én nem csak, hogy egyetértek önnel, hanem még túl is mennék azon, amit elmondott, mert én azt gondolom, hogy a laikus állampolgárnak joga van a szakkérdésekről is, például a földrengés biztonság kérdéséről politikai véleményt mondani, akár érzelmi alapon is. A felelősség az a társadalmi elitnél, a politikai osztálynál van, hogy nem hazudik a magyar népnek. Tehát akkor lehetne felelősen választani, és a laikus közönségnek joga van véleményt nyilvánítani ezekben a kérdésekben is, hogyha előtte megkapná azokat a minimális, ha úgy tetszik, szakmai ismereteket is, aminek az alapján ő utána a saját jól felfogott véleményét ki tudja alakítani. Hát Németországban is, Franciaországban is az történik, hogy a laikus nép végül is szavaz olyan kormányokra, amelyik közül egyes pártok támogatják az atomenergiát, mások nem támogatják. A demokráciában benne van a tévedés lehetősége, és az is lehet, hogy a nép rosszul választ, meg az is lehet, hogy a pártok rosszul mutatják be a szakmai alapon felfogott helyzetet is. De a demokrácia bizony ilyen hibákkal is jobban működik, mint a diktatúra, ahol egyáltalán föl sem merül. Van módon kijavítani pontosan ezt a hibát. És a társadalom ezáltal részlegesen, de felelősséget is vállal a döntésért, mert a rossz döntés így nem csak a politikai elitnek, az politikai osztálynak a felelőssége lesz, hanem az egész társadalomé. És ez nagyon fontos, mert ez a társadalomnak a öntudatát alakítja, hogyha a társadalom tudja azt, és a társadalom legfontosabb véleményvezérei tudják, hogy őnekik muszáj ilyen kérdésekbe elmélyedni, mert máskülönben nem tudnak az egyszerű embernek értelmes állásfoglalásokat tenni. Tehát a demokrácia minden szempontból, szakmailag is, meg politikailag is, netán erkölcsileg, kulturálisan is jóval magasabb rendű, mint az a diktatúra, amit most Fidesz urai még próbálnak ránk kényszeríteni. Hát minden esetem én nem biztos, hogy csak egyszerűen kíváncsiak vagyunk, hanem szeretnénk úgy élni, és nem tudatlanul, hanem gondolkodva élni ebben az országban. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.